Nagyapám mesélte, hogy fiatal korában az egyik szomszédos faluban jártak, amikor hallották, hogy néhány helybéli legény ismételgeti, hogy fűde birkaszag van, fűde birkaszag van. Persze az aromhegyesiek rögtön tudták, hogy a kijelentés rájuk vonatkozik, és lett is a pár szóból, igencsak nagy erezdel a hajamat. Oromhegyesen nagy múltja van, a juhászatnak ma is elevenen él e tevékenység. Merre nagyon büszkék vagyunk, az oromhegyesi csapat bemutatója következik. Adjon Isten apjuk! Dicsértessék a Jézus Krisztus édesapám! Mindörökké, ami! Adjon Isten anyjuk neked is! Hogy van ke? Hogy állnak a birkák? Hát, vagyok. A birkák még éppen most nem állnak, mert lehet. Hát de mi újság van otthon? Lányok, hogy mi az oszkola? Édesapám, édesapám, tanultunk egy dalt a juhászokról. Úgy van, hogy a juhásznak jól megy dolga, egyik dombról a másikra. Terelgeti nyáját, fújja furujáját, bú nélkül éli világát. De tényleg olyan jó mésörök a juhászok? Hát tudjátok, jó, de hát azért van egy kis gond, baj, meg munka is. Ha leválasszuk a birkákat, akkor... Akkor kezdődik a gond, baj, mert akkor fejlik ő este reggel. A túrú és a tejbű sajtot, túrú, tarhót kő csinálni, meg a nagyságos asszony is küldi ám, a kocsisság hetente vagy kétszer. Mert még van szabva, hogy hány ice tejtermék a miénk, még hány az üvékén. Most ezért hínak minket icés juhászoknak. Édesapám, én addig azt hallottam, hogy a bort mérik icével, de hogy fél a sajt az icés üvegbe? Jéj, hát nem úgy van az lányom, hát szétmérem a tejet, akkor megfejtem mindjárt. Azt mit csinál, édesapám, mikor nem kőfej? Dolog van, mindig van. Tudjátok, Szent György körül, mikor már jön a jó idő, akkor szépen lehajtsuk ide a jószágot a gúnyhóhó, azt megkezdődik a nyírás. A gazda elviszi a gyapjút, aztán egy részét eladja, a másik részét meg kimossák, megdandároztassák, azt pahlan csinálnak belőle. Ezért nekünk egész évben vigyázni kell a jószágra, nehogy megrihesedjen, mert minden veszi a gyapjút. Azt hogy kell arra vigyázni, édesapám? Hogy kell, hát elkapom őket a gamósbottal, lekenyem őket rizsízra, vagy dohánylókkal. Hát az meg micsoda? Micsoda. Hát a rizsír az olyan, hogy disznózsírból készül, meg egy kis terpetint adunk hozzá. A dohánylókot azt még úgy kell főzni, tudjátok, erős paprikából, meg adunk hozzá egy kis tohánt, meg sót, meg ahol is adunk egy kis terpetét. No de van még a sántázás, vagy más évén körmölés. Mert az a helyzet, hogy nem volt régen sánta birka, csak mikor főszúrta a talló a kutúval ágban. De mióta az adrugások behozták Amerikába a marhákat, behozták velük a nyavaját is. Sánta marha, még azok a marhák, akik behozták, hogy a ténkű csapott volna belé. Édesapám, azt hallottam, hogy a jó juhász megismeri minden jószágát. Pedig olyan egyformák. Édesapám is megismeri őket? Ma hogy ne ismerni? Hát nézd már, még ott a fakó, az a tarkapofájú, a pétyes, a cigaja, a merino. Na az adjám, azt aztán még a sok gyapjú. Édesapám, meddig lesz itt a járása? Hogy hiányzik már otthon? Tudjátok, még szép zöld fű van a határban. Még szétszórt szem a tallón, addig maradok én itt a pusztán, szeretik én itt te. Hát, ha elfáradok, rátámaszkodok a botomra, vagy leheverek a subára, addig majd a puli vigyáz a jószágra, én meg aztán pihengetek. Hát, nehogy kárba menjenek, vagy összekeveredjenek a másik csapattal. Azt mit csinál, de mit csinál idősapám, mikor esik az eső meg zivatarban? Mit csinál? Hát én azt tudom előre, most fölkészülök. Honnan tudja, édesapám? Hát megmutassák én nekem a jószágot, meg a csillagok állásáról is. Tudjátok, mikor a jószág este bemén a lakolba, akkor ha befekszik a legbelső sarkába, akkor tudom, hogy hideg lesz.
De ha már kint lebegszenek az ajtóba, akkor jó idő lesz. Ha csigák főmásznak a fűszálon, akkor eső lesz. Ha a csillagok olyan ködben vannak, a tejút meg olyan fakó, no, akkor megint csak eső lesz. Ha a birkák játszanak, cikáznak, akkor gyűn a szél. No, de ha marasztanak, rosszal vannak, eszi az alsőket, akkor már gyűn a rossz idő, a vihar. No, akkor én is főkészülök, főveszem a bundosikkát, magamra terítem a suvát, kifordítva. No, azt akkor, hogy lefolyik túl a víz, mert a zsíros, tudjátok, is birka bőrvíz van. No, amikor már hideg van, akkor még megfordítom belőle a szőrit neki, amíg melegít. Mikor már gyűnnek a derek, no, akkor még szépen megyünk haza, majd úgy Szent Mihály körül. Jóval, lányok, én a fakatózásból. Menjetek játszani! Úgy nézem, a szomszéd bunyóra is kint vannak a gyerekek. Menjetek csinűzni, vagy lakamentázni. Vagy apátok megmosakszik, meg tisztát vár. Én meg majd megmosom a hátát. Aztán meg elővehetik el a furuját is egy nótára. Vagy ők el napjuk. Na gyerünk, mert már én is nagyon réhes vagyok.